Nem megengedhető, hogy a háború árát a magyar emberekkel fizettessék, ezért a kormány újabb tárgyalásokat indít, ha úgy látja, hogy a brüsszeli szankciók veszélyeztetik az energiaellátást. Erről Szijjártó Péter beszélt a Kossuth Rádióban. A héten csütörtökön Versailles-ban tárgyaltak az unió állam és kormányfői az Oroszországot sújtó büntetőintézkedésekről. Az Európai Bizottság ugyanakkor szombaton újabb intézkedéscsomagot küldött a tagállamoknak, amire választ várnak. Nem engedhetjük meg, hogy a háború árát a magyar emberekkel fizettessék meg. Nem engedhető meg, hogy a háború árát a magyarok fizessék. Erről a Kossuth Rádióban beszélt a külügyminiszter vasárnap reggel. Szijjártó Péter megerősítette a kormány álláspontját a háborúról, és azt mondta, nem engedhetjük, hogy az oroszországi szankciókat kiterjesszék az energia területére. Amennyiben úgy látjuk, hogy nem veszélyezteti Magyarország energiaellátását ez a javaslatcsomag, akkor nyilvánvalóan az eddigieknek megfelelően. Most is az egyetértésünket fogjuk adni, ha úgy látjuk, hogy viszont jelent veszélyeket a magyar gazdaság működése, Magyarország működése szempontjából, akkor további tárgyalásokat fogunk kérni. Szijjártó Péter kiemelte, mindez még inkább kiemeli a kormány azon felelősségét, hogy garantálja, Magyarország semmilyen módon nem sodródik bele a háborúba. Hozzátette. A kabinet ezért is döntött úgy, hogy nem küld sem katonákat, sem fegyvereket ebbe a háborúba. Szijjártó Péter azt is mondta, világos döntést hoztak arról is, hogy nem engedik a fegyverszállítmányokat Magyarországon keresztül szállítani Ukrajna területére. Nem lesznek szankciók, amelyek kiterjednének az olaj és a gáz területére, vagyis Magyarország energiaellátása a következő időszakban is biztosítva van. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban jelentette be, hogy az uniós csúcson megállapodtak arról, nem lesznek szankciók az orosz olaj- és gázimport területén. A versailles-i tárgyalások fő témája az ukrán háború, az EU védelmi képességének növelése, illetve a 27 tagállam mihamarabbi leválasztása az orosz foszilis energiahordozókról volt. Továbbra is szükségünk van a gázra és olajra, amely Oroszországból érkezik. A magyar álláspont világos volt. Orbán Viktor a kezdetektől nyilvánvalóvá tette, gáz és olaj nélkül leállna a magyar gazdaság. Ezért Magyarország nem fog csatlakozni a szankciókhoz, ugyanis nem szeretné, ha a háború árát a magyar emberek fizetnék meg. A tárgyaláson Magyarország mellett Németország és Olaszország is elzárkózott attól, hogy embargót vezessenek be az orosz gázszállításra. A kétnapos csúcs találkozó záró sajtótájékoztatóján a házigazda Emmanuel Macron francia elnök megerősítette, az EU az eddiginél is keményebben lép fel Oroszországgal szemben, amennyiben az folytatja a háborút. Az EU a végsőkig támogatja Ukrajnát, a cél a tűzszünet elérése és az orosz csapatok kivonása az országból. Ha Oroszország folytatja a háborút és nem lesz változás katonai téren, akkor újabb szankciókat fogadunk el, beleértve masszív szankciókat is. Az újabb szankciós csomag meg is érkezett szombatra. Az Európai Bizottság még aznapra várt választ a tagállamoktól az újabb Oroszországgal szembeni büntetőintézkedésekről. Az MVM-mel, a MOL-lal, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen elemzik a csomagot, amelyet csak abban az esetben támogatnak, ha azok nem veszélyeztetik a magyar energiaellátás biztonságát, közölte Szijjártó Péter vasárnap. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, Magyarország fontosnak tartja az európai egység fenntartását, eddig is mindig részese volt a közös európai döntéseknek, ugyanakkor szerinte nem szabad elhamarkodott döntést hozni, nyugalomra, higgadságra, megfontoltságra van szükség.